Egyetemi átalakítás augusztus 1-től alapítványi fenntartásba kerül át a Nyíregyházi Egyetem. Ismét érkezik a hulladék, elrendelte a legmagasabb harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget a Szamos-Olcsvai kármentesítő helyére. Támogatás e-autóra, a 3 milliárd forintos keretösszegű felhívásra június közepétől lehet jelentkezni. Kettől már fizetni kell a parkolásért, és augusztus 31-ig marad a hitelmoratórium, jelentette be a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az előrejelzések szerint a hétvégén eléri az 5 milliót az oltottak száma, az azt követő könnyítéseket Orbán Viktor miniszterelnök jelenti be pénteken. A legfrissebb adatok szerint 780 új fertőzöttet regisztráltak, és meghalt 51, többségében idős krónikus beteg. Regionális tudásközponttá válhat az egyetemi átalakítás után Nyíregyháza. Így összegezte a Nyíregyházi Egyetem alapítványi átalakításának lényegét Stump István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos. Az egyetem augusztus 1-től kerül alapítványi fenntartásba. Az intézmény rektora abban bízik, hogy a váltással az ott dolgozók magasabbért, a hallgatók pedig jobb színvonalú oktatást kaphatnak. Szeptemberben kerül ki, de még most is aktuális az útmutató a beiratkozáshoz. A Nyíregyházi Egyetemen még tart a távoktatás, de szeptembertől újra megtelnek a folyosók és az előadótermek. Nem ez lesz az egyetlen változás. Augusztustól az állam helyett a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásába kerül át. Az intézmény rektora azt reméli, hogy mindenki számára előnyös lesz a váltás. Kikerülünk a költségvetési intézmény merev rendszeréből, és talán rugalmasabban tudunk a piac igényeire reagálni, illetve hát egy szabadabb mozgástért ad lehet, vagy tesz lehetővé több területen. Bízunk abban, hogy a béreket is jobban tudjuk rendezni, és ugyanazok az autonómiák, jogok megmaradása mellett egy rugalmasabb piachoz jobban igazodó rendszert tudunk létrehozni. Hallgatók szempontjából úgy gondolom, hogy semmilyen negatív hátrány nem fogja őket érni, hiszen az állammal egy hosszú távú stratégiai megállapodást fogunk kötni, ami kapcsán az állami finanszírozású helyek ugyanúgy meg fognak maradni. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Mészáros József, a Magyar Államkincstár korábbi elnöke, tagjai pedig Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, Sanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, Bárány László a Mastergood csoport tulajdonosa, és Kovács Barnabás a Széchenyi Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője. A kuratórium elnöke azt mondta, a Nyíregyházi Egyetem jövője biztosított. Legalább három kitörési pont van az egyetem számára. Az egyik a pedagógus képzés, hiszen ugye ez mindig is célja volt az egyetemnek. Ugye a régiónak szüksége van elkötelezett pedagógusokra. A másik a műszaki képzés, és ennek egy specialitása, amelyben ugye igazából Nyíregyháza a piacvezetés az egyetlen szereplő, ugye ez a légügyi mérnökképzés, amely szerintem eddig is kiválóan teljesített, és reményeink szerint még jobban fog teljesíteni, és a harmadik az üzemmérnökképzés, hiszen a régióban szükség van olyan műszaki szakemberekre, amelyek a Nyíregyházára ideáramló vállalkozásokat ki tudják szolgálni, és megítélésünk szerint egy fejlesztési spirált leszünk képesek elindítani, hiszen ha több vállalkozás jön Nyíregyházára, az segíti a felsőoktatást. Ha a felsőoktatás jól teljesít, akkor még több vállalkozás tud Nyíregyházára, illetve a régióba jönni. Az egyetemi átalakítást országos szinten kormánybiztos felügyeli. Stumpf István, korábbi alkotmánybíró azt mondta, a váltás nagy lehetőség Nyíregyháza és térsége számára.
Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy megmutassa Nyíregyháza azt, hogy egy regionális tudásközpont. És én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy a vidékfejlesztéshez hozzátartozik az is, hogy megpróbáljuk itt tartani az értelmiséget, és az itt felnövő diákjaink számára minőségi tudást adjunk, és ne kelljen elmenni három várossal arrébb vagy a fővárosba. Tehát egy jövő fejlődés szempontjából a térség népesség megtartó képessége szempontjából fontos, hogy itt jó minőségű oktatás folyjon, és ehhez járul hozzá ez a modellváltás is. Az alapítvány 2021. augusztus 1-től veszi át a Nyíregyházi Egyetem fenntartását. Ezzel együtt első lépésként szeptembertől 15%-os, januártól további 15%-os béremelést terveznek a felsőoktatásban. Újra jelentős mennyiségű hulladék érkezik Romániából a Szamoson. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ezért szerdán 14 órától elrendelte a legmagasabb harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget a Szamos-Olcsvai kármentesítő helyére. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek azon, hogy részlegesen eltorlaszolva a folyómedret a partra tereljék az uszadékot. Percenként 120 PET palack érkezik Romániából, tegnap este óta így 12 köbméter hulladéktól sikerült megtisztítani a Szamost. Siklós Gabriella szóvivő azt mondta, 2-3 napig biztosan fennáll a legmagasabb fokú készültség a Szamoson. Most a reggeli órákban már a gátőreink is folyamatosan figyelik a folyókon érkező szennyezés intenzitását, és azt látták, hogy percenként 100-120 műanyag palack érkezik, ami ugye egy elég jelentős szám, tehát egyelőre most ez a munkavégzés 24 órában folyik Olcsvánál, a kármentesítő helynél, és hát egyelőre ugye azt várjuk, hogy kisebb áradás várható csak, nem lesz már nagyobb csapadék tevékenység a Felső-Tisza vízgyűjtő területén, úgyhogy azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag az szinte biztos, hogy 1-2-3 napig még dolgoznia kell ennek a gépláncnak, amíg meg nem tisztul a folyónak ez a része. Újabb támogatási programot indít az állam elektromos gépjárművásárlásra. A kormányzat célja, hogy évvégére a mostani 14 ezerről 20 ezerre növekedjen a tisztán elektromos autók száma a forgalomban. A gépjármű márkakereskedők országos szövetsége szerint nagyon nagy lesz az igény a pályázatra, a keretösszeg pedig, ahogy tavaly, idén is nagyon rövid időn belül kimerülhet. Egyre gyakrabban gördülnek ki elektromos autók Nyíregyháza utcáira is. Az elmúlt években pedig sorra telepítették az új töltőállomásokat a megyeszékhely területén. Nem véletlen, hogy megnőtt a zöldrend számos autók száma, ma már ugyanis jóval kedvezőbb ajánlatokkal érhetőek el vadonatúj gépjárművek ebben a kategóriában. Ráadásul az elmúlt évek fejlesztései azt eredményezték, már az előállítása is olcsóbb az e-autóknak, így a gyártók is ezt részesítik előnyben. Sajnos kijelenthetjük, hogy a belső égési motorral szerelt járműveknek az ára az elmúlt fél évben akár 20-25%-kal is emelkedhetett. Tehát azok az álmok, hogy a belső égési motorhoz majd lecsökken az elektromos autónak az ára, ezekkel ma már kijelenthetjük talán, hogy le lehet számolni. Látszik, hogy a belső égési motoros autók ára emelkedik, az elektromos autók ára nem nő olyan módon, mint korábban, sőt, csökkenésnek is indult, ez pedig már annak a következménye, hogy az akkumulátorban hatékonysági fejlesztések érnek be, és az összes többi gyártás technológiában az elektromos autó területén hatékonyabbá válik a gyártás, ergo olcsóbbá. A magyar állam is azon dolgozik, hogy jelentősen csökkenjen a forgalomban lévő autók átlag életkora. 2020 után így idén is lehet pályázni vadonatúj elektromos autó vásárlására. A 3 milliárd forintos keretösszegű kiírásra magánszemélyek, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények is jelentkezhetnek. Az 1 és 12 millió forint közötti vétel árnál 2,5 millió forintot, vagy maximum a jármű árának felét lehet elnyerni, 15 millió forintig pedig 1,5 millió forintot, maximum az ár 12,5%-át. A 7 vagy több személyes modellek esetén 14 millió forintig járhat a 2,5 milliós, 17 millió forintig a 1,5 millió forintos ártámogatás. Az látszik, hogy ma már az elektromos autó az ügyfelek egyre szélesebb körében nem egy opció, hanem már a realitás, a valós igény. Én azt hiszem, hogy eljött az ideje annak,
hogy ehhez a valós igényhez, ahogy Németország, Franciaország, sorolhatnám most már Európában, mindenki beszállt, a Románia, hogy a legközelebb szomszédot is nézzük, mindenki beszállt abba, hogy már hosszabb távon kiszámítható támogatási rendszert alkosson. Az előző évben másfél nap alatt kimerült a pályázat keretösszege, idén pedig a tavalyinál is nagyobb lehet az érdeklődés, tette hozzá a Gémos elnöke. Jelenleg mintegy 14 ezer tisztán elektromos autó van forgalomban Magyarországon, a cél az, hogy év végére ez a szám 20 ezerre emelkedjen. Továbbra is cél, hogy önfenntartó legyen Tiszadada. Ennek érdekében új kiszolgáló egység épült a Tiszaparton, amellyel a vízi és horgász turizmus fejlesztését célozták meg. A hosszú távú tervek között szerepel a konyha energetikai korszerűsítése és a falu központ teljes rehabilitációja is. Decemberben adták át a fedett termelői piacot Tiszadada központjában. Nem ez volt az egyetlen fejlesztés, az elmúlt 5 évben közel 3,5 milliárd forint értékű pályázat valósult meg a településen. Napelemekkel és kamerákkal felszerelt, műanyag nyílászárós, nagy teraszos a most is készülő kiszolgáló épület a Tiszaparton. A turisztikai beruházás célja, hogy tovább fejlődjön a vízi és a horgászturizmus. 160 millió forintból megvalósul egy vadonatúj bölcsőde épülete, ami szintén hozzásegíti majd azokat az anyukákat, akik kisgyereket nevelnek, hogy minél hamarabb a versenyszférába vissza tudjanak menni dolgozni. Ez Európai Uniós visszanemtérítendő forrásból jön létre. A tervek szerint pedig nyár végén, vagyis a következő nevelési év megkezdésekor vehetik majd birtokba az óvadások. Bár az önkormányzat kevés önerővel rendelkezik a fejlesztésekhez, már a következő évekre is megvannak a tervek. Amennyiben lehetőség lesz rá, pályázatokon keresztül valósítják majd meg ezeket. Nagyon szeretnénk egy új konyhát, tehát a településnek minden egyes intézménye, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, minden épületünk rendben van, minden épület újra van színezve, új tetővel, napelemekkel rendelkeznek, van egy bentlakásos idősek otthona, az is maximálisan rendben van. Egyedül a konyhánk az, ami még a mai kornak nem felel meg, és egy új konyhát szeretnénk. Valamint van egy holtágunk, ami a Tisza szabályozás folytán keveredett oda nekünk, ami sajnos az élő Tiszához képest 6 méterrel van lejjebb. Ennek a vízutánpótlását szeretnénk megoldani. De a holták teljes rehabilitációja is tervben van, vagyis a kotrása és a környezet élővilágának rendbetétele. Még van olyan belterületi út is, amelyik új aszfaltréteget igényel, és a falu központot is szeretnék felújítani. Az előzetes felmérés szerint ez közel 700 millió forintba kerül majd. Sóstó gyógyfürdőn a hosszú hétvégén fokozott turisztikai és szabadidős tevékenységre lehet számítani. Az ezzel együtt megnövekedő gépjármű forgalom irányítását, valamint a közterületek rendjének ellenőrzését a rendőrség és a közterület felügyelet munkatársai végzik. A Sóstó gyógyfürdőn megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan az állatpark parkolóinak egy része, illetve a fürdőház téren lévő parkolók lezárásra kerültek, nem használhatók. Viszont a Tölgyes utca a Sóstói Múzeumfalu mellett idéglenesen kialakított körülbelül 2 hektáros parkoló már használható lesz, amely a kihelyezett táblák segítségével könnyen megtalálható. A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetőit és azok leleteit mutatja be a József András Múzeum legújabb kiállítása. Az Elit alakulat 2.0 című vándorkiállítást a múzeum saját gyűjteményével is kiegészítette. Ezek többsége a Felső Tisza vidékéről került elő. Az egyedi installációkat is felvonultató kiállítás november közepéig látható Nyíregyházán. A bejáratot ugye egy nemezből készített kis kapuszerű építményként próbáltuk megjeleníteni, ami tisztán nemezből készült, tehát gyakorlatilag érzékeltetni kívántuk, hogy belép a kiállítótérbe a látogató, és ott valóban a két oldalán megjelenik az itt látható minta, melyet a nemezkészítők választottak.
Ez egy aranyozott ezüstből készült honfoglaláskori csüngő, amelyik Ibrányba került elő egy ásatás során még a 80-as években. Egy tárlatvezetés során ilyen sztorikat is megtudhatunk a Józsa András Múzeum legújabb kiállításáról. Az Elit Alakulat 2.0 első elemei április végén érkeztek meg a múzeumba egy 15 méteres több tonnás kamion segítségével, egyenesen Csíkszeredáról. Ott 3 hónapig volt látható a tárlat, ez idő alatt közel 10 000-en látták. A honfoglaláskori temetőket, sírokat, lószerszámokat, ruhadíszeket, ékszereket és pénzérméket május 14-től lehet megtekinteni. A Miskolcról indult vándorkiállítás kiegészült a Nyíregyházi Múzeum saját gyűjteményével is. A Szabolcs vezérföldjén című kiállításunk, amely a honfoglalás korának a régészeti anyagát mutatja be a múzeumnak a saját anyagából, amely lényegében több mint 150 éves gyűjtésnek az eredménye, és amiket itt láthatunk, az gyakorlatilag napjainkig mutatja be azokat a legszebb, legizgalmasabb, legérdekesebb tárgyakat, amelyek ehhez a korszakhoz kapcsolódnak. Egyrészt törekedtünk neves, nevezetes vagy esetleg ritkán látható tárgyak bemutatására, másrészt próbáltuk a honfoglalás korát is egy kicsit bemutatni olyan szempontból, hogy nem csak csillogó-villogó arany, ezüst, aranyozott ezüst tárgyak voltak abban a korszakban, hanem bizony a köznép, amely a társadalom jelentős részét adta az időszakban, tehát az ő viseleteket is bemutatni, hiszen azokra jóval kevesebb figyelem hárul. Érdemes a tárlat minden pontját alaposan megnézni. Ez a kisvakon sem csak azért szerepel itt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. Azt jelképezi, hogy ha sírok mellett kezdik meg munkájukat ezek az állatok, például ilyen díszgombok kerülhetnek az útjukba, amit a felszín közelébe hozhatnak. Az elmúlt években több ezer sírt tártak fel, ezekből hatalmas gyűjteményre tett szert a Józsa András Múzeum. A zempléni anyagon túl, ami ugye a Borsodabó Zemplén megyéhez tartozik, és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött honfoglaláskori anyagon túl, itt nálunk a Józsa András Múzeumban vannak a legértékesebb és legtöbb honfoglaláskori leletanyag. És ezeket mutatjuk be. A múzeumunk alapítója, pontosan idézném, amit mondott, ő például azt mondta, hogy a honfoglaláskori leletekben a Nemzeti Múzeummal is bátran versenyezhetünk. Ez a Józsa András Múzeum. Honfoglaláskori balta, fokos, kar dolgában is felette állunk az ország bármely vidékének. A modern, 21. századi kiállításban az installációk is egyediek. Rengeteg fiú kihúzható, amelyek újabb információkat rejtenek a látogatók számára. Az év kiállításaként is emlegetett dupla tárlat november közepéig látható a Józsa András Múzeumban. A saját gyűjteményt aztán visszaviszik a raktárba, az Elit Alakulat 2.0 pedig vándorol tovább. Csütörtökön felavatták Sitku Ernő mellszobrát a Continental Arena parkjában. Az egy évvel ezelőtt elhunyt 149-szeres válogatott kosárlabdázóról egy szabadtéri pályát is elneveztek a Bújtosi Városligetben. Szombaton 3x3-as tornával tisztelegnek a nyíregyházi sportélet meghatározó alakjának emléke előtt. 7 évvel ezelőtt Sitku Ernő avatta fel a Bújtosan azt a pályát, amely a Kosárlabda Szövetség támogatásának köszönhetően műanyagborítást kapott, és a Sitku Ernő Kosárliget nevet vette fel. Az átadót követően a Continental Arena parkjában leplezték le Túri Török Tibor szobrászművész alkotását, Sitku Ernő mellszobrát. Még közel van az Ernő elmenetele, és fájdalmas is, és nagyon szomorú, hogy itt emlékműről nézne ránk, de ugyanakkor meg annyira jó érzés is, hogy ő, az ő embersége, a sportolói profizmusa, egész élete, az, és hát a halál ebben az esetben ennyi jó embert hozott össze, és ilyen dolgot indított el, és ez nagyon fontos a város szempontjából is, az értékrendje szempontjából, hogy gondolkozik a város közössége, figyele ezekre, értékeli, fontosnak tartja megörökíteni, továbbadni, és hát emögött az emlékmeállítás mögött mindezek ott vannak, és talán ezek a legfontosabbak. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kosárlabdázás halhatatlanjai közé választott 149-szeres válogatott sportoló által képvisel szellemiséget tovább kell vinniük a fiataloknak. Szomorú, de egyben méltóságteljes is ez az esemény,
És örömteli, hogy igazából, ha nézzük Sitko Ernőnek a munkásságát, itt marad velünk, és tovább folytatódik. És nem csak nekünk kell emlékezzünk, hanem a fiatal generációnak is át kell tudjuk adni azt a terveit, azt a munkásságát, amelyet folytatott Ernő. És ugye az a sok-sok siker, amelyet hozott Magyarországnak, Nyíregyháza városának, arról tudunk, de azt is ugye emlékezéssel tovább kell vinni. De az a munka, amelyet folytatott, mint edző, mint szövetségi kapitány, azt pedig tovább kell vigyük. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke Sitko Ernő sportvezetőként végzett munkáját méltatta. Egy rendkívül kreatív és nagyon-nagyon hatékony fiatalemberről beszélünk, aki mindig valamilyen újjal, különösen az utánpótlás nevelésben újdonságokkal jött elő, és hát az akadémiai rendszer kialakítása és a hogyan továbbja nagyon-nagyon ott volt a fejében, hogy mit is hogyan tegyünk, valóban nagy űrt hagyott maga után. Az emlékmű avatásán ott volt Sitko Márton is, aki tavaly nyárult az A-csoportban szereplő Sopron játékosa. Nyilván nagyon kemény éven vagyok túl ezek után, a történtek után, de úgy gondolom, hogy ahogy ezt apukám is csinálta volna, mindig is inkább előre tekintett, és inkább a pozitivitás az, ami megmaradt bennem. Természetesen vannak nehezebb időszakjaim, de főleg a sportban is mindig csak a pozitív részeket nézem, és azt a kitartást próbálom továbbvinni, amit ő mindig is képviselt. Szombaton a Sitko Ernő Kosárligetben egy 3x3-as emléktornát rendeznek 14, 16 és 18 éves játékosokat felvonultató csapatok részvételével. Szergej Pacaj a Nyíregyháza Spartakusz új vezetőedzője. A szakember korábban játszott a Spariban edzőként, pedig Balmazújvárosban és az MTK-nál is dolgozott. Szergej Pacaj munkáját asszisztens edzőként Szatke Zoltán és Csernyenko Ruszlán segíti. A Nyíregyháza Spartakusz felkészülése június 14-én kezdődik. Végezetül nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Regionális tudásközponttá válhat az egyetemi átalakítás után Nyíregyháza. Stump István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos szerint stabilizálja az intézmény helyzetét a váltás. Az egyetem augusztus 1-től kerül alapítványi fenntartásba. Az intézmény rektora abban bízik, hogy az ott dolgozók magasabb bért, a hallgatók pedig jobb színvonalú oktatást kaphatnak. Újra jelentős mennyiségű hulladék érkezik Romániából a Szamoson. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság ezért szerdán 14 órától elrendelte a legmagasabb harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget a Szamos-Olcsvai kármentesítő helyére. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek azon, hogy részlegesen eltorlaszolva a folyómedret, a partra tereljék az úszadékot. A jelenlegi 14 ezerről 20 ezerre emelkedhet évvégére a tisztán elektromos hajtású autók száma Magyarországon. Ehhez az állam legújabb 3 milliárd forintos keretösszegű pályázata is jelentősen hozzájárulhat. A GEMOS elnöke szerint a támogatásoknak köszönhetően a magyarok egyre szélesebb körében válik realitássá az e-autó vásárlása. Az állami támogatási programra június 14-től lehet jelentkezni. Május 20-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyen holnap este is várjuk Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel tovább szakadozik, csökken a felhőzet, és jó részt mindenütt legkésőbb keleten is kiderül az ég reggelre. Csupán némi fátyol felhőzet sodródhat be a hajnali órákban nyugat felől. Helyenként pára és kötfoltok képződnek. Az északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből, és hajnalra mindenütt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Délelőtt napos idő várható, majd délután nyugat felől fátyol és gomoly felhők érkeznek, azonban legfeljebb csak az északi, északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.